támogatója Mitsubishi L200 és a Mitsubishi Motors magyarországi vezérképviselet. A könnyed felfrissülés és a csatorna támogatója a Lipton Grill. Gasztronómiai és kulturális kalandozásainkat támogatta a Berliner Sörkatakomba. Az Egy nap a világ című műsor utazási partnere a Taurus Ryzen. Utazás a napfénybe. A műsor fő támogatója a Siófoki Hotel Azur. Belföldi nyaralás mediterrán köz. Az Ötletház támogatója, a ProConcept építési rendszer forgalmazója, a ProConcept RT. A műsor támogatója a Kaiser Téli Szalámi. A mindennapok felséges hozzám. Finomságok a mediterrán világból. Kalifa. Három darab tojással fogom szemléltetni. Jelzésértékű egy csiper só. Nem haverőzünk, nem turmixolunk. Laza kétujjas villával szépen fölverjük. És egy pici levegőt is ezáltal keverünk közé. És bármilyen nemű tojásétellel kapcsolatban kérdezzetek, kommenteljetek és lájkoljatok. Nekem ez a kedvenc tojássütő serpenyőm. 23-24 centis az átmérője. Ez a tökéletes átmérő ahhoz, hogy 2-3 tojással tudjunk dolgozni. Közepes hőmérséklet az, ami fog nekem kelleni. Az egyik kötelező szereplő a sajt. Nagyon-nagyon jó tesz a konzisztenciának és az ízének, úgyhogy reszelek is egy kis parmezán jellegű sajtot, egy pici zsiradék, ami jobb helyeken vaj. De természetesen bármilyen zsiradékot lehet használni. Megkenem a serpenyőmet vele mindenhol. És amíg olvadozik a vajam, addig a tojásklubba nyugodtan iratkozzatok fel. Szeretettel várom mindenkit. Nem barnítom egyáltalán, csak azt szeretném, hogy fölhabozzon, és utána merülhet is a tojás. Megvárom még alul. Egy picit elkezd behúzni a tojás, ugye megkapja a kis hőkezelést. Szép, türelmesen, kellemesen, sejtelmesen kezdjen el kocsonyásodni, mint ahogy most a képen is látható. És hogyha megjött egy ilyen palacsintához hasonló állag, akkor annyit csinálok, hogy behúzom az egyik felét a másikhoz, ezáltal ilyen tojás hullámokat hozok létre. Ilyenkor már egy pici pirulás megengedett, most jöhet egy pici sajt, szépen a hőtől rá fog olvadozni, már félbe is hajtom a tojásomat. Nem is szabad tovább sütnöm, elkészültem, kész az omlett. És most jön a francia, ami egyébként nagyon-nagyon nehéz, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez Franciaországban úgynevezett szóró tantárgy. Aki ezt nem tudja megcsinálni, az nem lesz szakács. Egész egyszerűen azért, mert ez olyan mértékű játék a hővel és a tojás állagával, hogy rá kell érezni, és aki ezt meg tudja csinálni, az onnantól kezdve érzi a tüzet, érzi a serpenyőt, érzi a hőmérséklete való játékot. Ugyanúgy jöhet három darab tojás, egy csipet jelzésértékű só, villa, inkább hűvös, hideg serpenyővel indítsunk, mint sem túl meleggel. A vaj nem siet, de azért jelzi a habzásával, hogy bizony forpont fölött van. Ez a hőmérséklet fog nekünk kelleni. Ha elolvadt a vajam, jöhet a tojás, és innentől kezdve gyorsan kell, hogy dolgozzak. Úgy indul a móka, mintha csak egy rántotta volna. Ilyen rántotta és habart tojás közötti állagot fedezhetünk föl. Magamtól egy picit távolabb tartom, és elkezdem magam felé fölgöngyölíteni. Utolsó göngyölítés előtt egy pici sajt. Nagyon figyelek arra, hogy az omlet ne kapjon pírt. Megdöntöm a serpenyőt. Ezt az állagot kell, hogy megkapjuk. Ilyenkor megfogjuk így a serpenyőt, és kiborítjuk. Ígyni a tökéletes rezegős omlet, és ilyenkor még két villával gyönyörű szépen egy ilyen kenelformát próbálunk belőle eszközölni. Megigazítjuk, így kell kinéznie. Nincs pirultság, éppen hogy csak egy ilyen lágy, kocsonyaszerű állagú a tojás, és mindjárt meg fogjuk vágni, hogy milyen belül. Lehet látni, hogy kívül gyönyörű szép kocsonyás, belül pedig szinte lágy, olyan, mint a életünk rántottája, és benne imitamot mozzanatosan olvadozik a sajt. Pont olyan finom, ahogy kinéz.
eszméletlen krémes, nagyon-nagyon lágy, magába hordozza az omletnek, a habartojásnak és a rántottának az összes előnyét. Tojás reggelire, második lecke. Ipari hűtés és párásítás. Sor támogatója a Mitsubishi L200 és a Mitsubishi Motors magyarországi vezérképviselet. A könnyed felfrissülés és a csatorna támogatója a Lipton Grill. Gasztronómiai és kulturális kalandozásainkat támogatta a Berliner Sörkatakomba. Az Egy nap a világ című műsor utazási partnere a Taurus Ryzen. Utazás a napfénybe. A műsor főtámogatója a Siófoki Hotel Azur. Belföldi nyaralás mediterrán köz. Az Ötletház támogatója, a Proconcept építési rendszer forgalmazója, a Proconcept RT. A műsor támogatója a Kaiser téli szalámi, a mindennapok felséges hozzá. Finomságok a mediterrán világból. Karifa. Yeah.